tévé estébe, de vagy sem. Hát egyre azért vagyok itt, hogy a régi csapatársakkal, vezetőkkel találkozzak, aztán nem tudom, mi lesz belőle. Meglátjuk, nem tudok semmi konkrét dolgot mondani. Hogyha van rá lehetőség, meg persze szeretnék, és akkor én beszélhetünk arról, hogy én visszajövök ugye Debrecenbe. Úgy gondolom mindenképpen Magyarországon az elsődleges csapat az Debrecen. Ott értem el komolyabb sikereket, meg azért el is ismertek ott, úgy gondolom, és tehát az elsődleges csapat ők, de aztán majd meglátjuk, mit hozzájött. Milyen volt a srácokkal újra találkozni, vannak-e számodra új arcok, ugye csak egy éve mentél el, vagy mindenkit ismersz a rendőr? Hát nagyon új arcok nincsenek, ugye, mert új játékos, aki jött az a Citybe most nyáron, ővel játszottam egy fél évet, meg ugye itt Belgiumban is találkoztunk meccseken. Úgyhogy ismerek mindenkit, egy-két fiatal van, akivel úgy személyesen nem volt olyan kontaktom, a Ferenci Anika például, de hát azért tudom, hogy akikről van szó, mert végül is úgy már tudtam nézni a meccseket kint is, úgyhogy figyeltem a Debrecen. Milyen tanácsokkal láttad el a csapatot esetleg? Gondolom megkérdeztek, hogy mit tudsz. Hát még az első meccs előtt beszélgettünk erről leginkább, amiben bizonyosodott, hogy a szélső játékok, ugye a Rafaelov nagyon jó játékos, meg az Odidzsa, aki nagyon jó, rájuk mindenképp figyelni kell, meg hát ugye a pontrugások, és ebből ugye egy az első gól is így született, hogy kicsit figyelmetlenek voltak a srácok, és kaptuk az első gólt. Meg szóval ugye nem szabad eladni labdákat, mert nagyon gyorsan megkontráznak, ez meg a harmadik gól nem volt pont jellemző, de úgy érzem, ez a holnapi meccs megint más lesz, mert hát addig, amíg a Ramos ki nem állították, tényleg egyenlő ellenfél volt a Debrecen, és hogyha nem úgy van, akkor szerintem egy szorosabb meccs, akár még győzelem is benne lehetett volna, de vereség semmiképpen sem. Holnap egy másik meccs lesz, ők nyugodtan váratják, de úgy gondolom, hogy az se egy megoldás, hogy most nekik rontanánk, hogy lesz, ami lesz, mert akkor csúnya is lehet a vége, úgyhogy mindenképpen okosan kell játszani a Lokinak, de hát bízom benne, hogy egy szép eredményt el tudnak érni, aztán meglátjuk, ez minősz elég. Milyen visszhangja volt az első mérkőzésnek itt Belgiumban, illetve mennyire tartják lefutottnak ezt a... Hát lefutottnak tartják így most már mindenképpen, de viszont mindenki ugye ezt mondta, mindami otthon is megjelent, hogy sok csapattársam láttam meccset, hogy első fél időben teljesen rendben volt a Debrecen, a kiállítás után már könnyebb volt a Brugesnek, azért van annyira jó csapat, hogy kihasználja ezt az emberelőnyt. Ők is úgy gondolják tényleg, hogy ez eldőlt, lehet, hogy ez még jól is jöhet a Lokinak, de hát nem tudom. Nehéz lesz, az biztos. Amikor Eindhovenben játszott a Loki, akkor Zsuzsák Balázs palacsintával kedveskedett a csapatnak, esetleg meccs után meghívod őket egy koktélre. Hát ugye a Belgium sörökre híres, hogyha engedi a vezetőség, akkor természetesen meghívom őket, de jó lenne, hogyha tényleg egy továbbjutás után tudnám ezt megtenni, de hogyha nem lesz benne, én bízom benne, hogy egy jó reményt tudnak elérni. Oké, köszönöm.